Már egy rendszernek is egy folyamatnak a része. Én azért azt mindenképpen hogy emeljem ki, hogy egy olyan temetőről van itt most szó, és avatásról, egy olyan munkáról, ami valamikor 2006-ban kezdődött. És a legfontosabbnak én azt találom, hogy ma már sok helyen egyedül a temetők mutatják, hogy itt valaha éltek zsidók. És Zala megye olyan fontosnak tartotta, hogy ezeket a temetők felújításában a Mazsisszel együtt vesz részt. Még azt is hozzátenném, hogy a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség szeretne egy projektet indítani az elkövetkezendő években, mégpedig arról, hogy mindenütt egy kis táblát elhelyezzünk, ahol valaha zsinagógák vagy imaházak voltak az adott településen. Így például Bucsuszentlászon is volt egy imaház, ami a mostani falumúzeum helyén található meg. És érdekes adat, hogy 1828-ban azt írja az írás, hogy már volt zsinagógája ennek a településnek. És engedjék meg, hogy a köszöntőn túl én külön is hagy köszöntsem Maninger Jenőt, az Zala megyei önkormányzat elnökét, dr. Kunos Pétert, a Mazsisz újonnan megválasztott ügyvezető igazgatóját, Molnár Gyulát, Bucsuszentó polgármesterét, és I.S. Endre plébánost, és természetesen nem utoljára az avatáson, aki részt vesz, és végre is hajtja Goldschmidt Istvánt, az EMI Kesztei Hitközséget.